Egy héttel ezelőtt kezdődött a Géznengúzok 2019-es napközis tábora. Az első napok még az ismerkedésről szóltak, természetesen ettől függetlenül a kemény edzések sem maradtak el. Ide 75 fő jelentkezett az idén. Nagyon jó a hangulat, tegnap ugye volt a nyár egyik legmelegebb napja, az látszott is a gyerekeken. A mai nap kicsit már frissebbek, igaz, hogy többen jelezték, hogy izomlázzal küzdködnek, de valamilyen szinten ez is volt a cél ebbe a táborba. Az edzések közösen, illetve csoportokra osztva zajlottak, többek közt itt a városi sportcsarnokban. Négy csoportban vannak osztva, három helyszínen a gyerekek, ugye vannak a legkisebbek, ők a szivacskézilabdások, ők a belvárosi iskolába, a nagyobb lányok ugye a katolikus iskolába, és a fiúkat két csoportra bontottuk itt a városi sportcsarnokba. Az első nap inkább a labdaügyességi és kicsit az erőléti feladatokkal telt. Még az erőlétet továbbra is a hét elején szeretnénk vinni, hiszen most egy közös köredzés következik. A hétvégéhez közeledve a labdás edzések és a kézilabda mérkőzések száma is nőtt, sőt, mi több, egy kis strandolás is belefért a programba. Az edzések között pedig elméleti képzéseket is tartunk, hogy a gyerekek ugye megtanulják egyáltalán a pályavonalakat, szabályokat, és minden egyebet, ami a kézilabdához kell. A táborba egyébként olyanok is jelentkezhettek, akik még nem fogtak kézilabdát a kezükbe korábban, hiszen a klubnak ezzel az eseménnyel leginkább a sportág népszerűsítése volt a célja. A sok szervező munka pedig megérte, hiszen a gyerekek elismerően nyilatkoztak a táborról, és arról, ami nekik a legjobban tetszett ebben a néhány napban. Az ügyességi feladatok, és hogy meccsezünk is a végén, meg játszunk, és így az összekombinálva.